Ahogy az előző években, úgy most is többféle vizsgálatot vehetnek igénybe azok, akik részt vesznek március 2-án szombaton a Maroshegyi Egészségnapon. A Gárdonyi Géza Művelődési Házban mindenkit várnak a szervezők, de a felhívás különösen szól azoknak, akik nemrégiben költöztek a városrészbe, emelte ki Breyer Éva, önkormányzati képviselő. Az új beköltözőkhöz, a fiatalokhoz viszont abszolút szólnék, hiszen Maroshegyvárosrész nagyon nagy fejlődésen megy keresztül, köszönhetően a harmatos völgynek, és ott számos fiatal család él, sok gyermek is van harmatos völgyben, de természetesen egész Maroshegy lakosságát nagy szeretettel hívjuk és várjuk. A maroshegyi szűrőnapon kardiológiai vizsgálat, EKG állapotfelmérés, bokakar index meghatározás, csontsűrűségmérés, valamint dietetikai tanácsadás várja az érdeklődőket, de különböző kérdőívekkel is segítik az egészséges életmód fenntartását. Nagyon sok olyan problémát szűrünk ki, amire rácsodálkoznak főként a 40-50-es korosztályból, vércukor problémákat, magas vérnyomás problémát találtunk már, volt, akit rögtön küldtünk be a sürgősségire, mert olyan EKG eltérést találtak nála, és a kardiológus úgy találta jónak, hogy azonnal menjen. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Bejelentkezni február 26-án 8 és 16 óra között lehet a képernyőn látható telefonszámon. Ha egy-egy szűrés betelik, az egészségfejlesztési iroda nyílt napjára lehet időpontot foglalni.